magyar színészeket felvonultató sorozatunk következő szereplője Rátonyi Róbert. Rátonyi Róbert óriási karriert futott be az életében, a színpadon mindig hatalmas energiával, jókedvel jelent meg, s a közönség odáig volt érte. Színművészként, íróként, konferanciéként s színházi rendezőként is tevékenykedett, emellett érdemes és kiváló művész volt. Rátonyi Róbert Reisz Róbert néven született 1923-ban Budapesten. A szülei jómódú polgárok voltak, ám az élet eléjük is sok akadályt gördített. A gyermeküket a második kerületi érseki katolikus gimnáziumba iratták be, ahová grófok, hercegek, bárók, egy szóval csupa előkelőségek jártak. Gyermekük zeneműveltségére is figyelve, később a zeneművészeti főiskolára iratták be Róbertet, amelyet 1941-ben végzett el hegedű szakon. Az ifjú Rátonyi ezekben az években már érdeklődést mutatott a színjátszás iránt, ezért egy év elteltével jelentkezett Rózsahegyi Kálmán színészképző iskolájába. Egyszer Rózsahegyi azt nyilatkozta, hogy a fiatal Rátonyiban megtalálta az új Hamletet, bár ezt a szerepet soha nem osztották rá a rendezők. Rátonyi Róbert a magyar színjátszás történetébe utolérhetetlen táncos komikusként vonult be. Az első kiugrási lehetősége egészen véletlenül jött a számára, a Kata Kitty Katinka című operett kapcsán, amelyben lehetőséget kapva a nála 30 évvel idősebb Kosári Emmi partnerét alakította. Az alakítása zseniális volt, s ekkor már többen is felfigyeltek rá. 1943-ban a Royal Revue Színházhoz szerződött, majd két évvel később a Pódium Kabaré társulati tagja lett. Egy év eltelte után a Művész Színházhoz szegődött, de 1947-ben már a Víg Színház tagja volt. Egy év magyar színházas kitérő után visszatért a Szent István körúti intézményhez, amitől 1950-ben megvált a Budapesti Operett Színház kedvéért. 1968-tól már az Opera Színházban is játszott. 1972-ben pedig átsétált a Nagymező utca páratlan oldalára, s megtalálta a helyét a Thália Színházban. Az operett műfaj szerelmese lett, másod táncos komikusi minőségben a Napsugár kisasszony című darabban debütált. A Sibyl című darabban olyan partnerei voltak, mint például Honti Hanna, Karádi Katalin, Sárdi János és Feleki Kamil. A Ne bánts virágban Németh Marika, Bili Csitivadar és Rátkai Márton partnereként játszhatott, de szerepelt még a Makrancos hölgyben, a Szabotál a gólya, valamint a Vera és családja című darabokban is. Az Így élni jó című operetben bizonyította be, hogy Bon Vivánnak is remekül beválik. A Luxemburg grófja és a Boci-boci tarka sikerei után az igazi áttörést minden idők legnépszerűbb magyar operettje, az 1954-es Csárdás királynő hozta meg a számára. Rongyol élet, kalandos élet, mitől tudsz olyan édes lenni, mint a mén? A Csárdás királynő nem csak itthon volt felülmúlhatatlan siker. A Szovjetunióban este kihaltak az utcák, mert a produkciót élőben közvetítette a rádió és a moszkvai televízió. Nagyon szívesen, már is kapcsoljuk a Moszkvai Operett Színházat. Солист Будапештского театра оперетты, заслуженный артист Венгерской республики Роберт Ратони. Роберт, пожалуйста, прошу на сцену. Дорогие друзья, спасибо большое, спасибо. Дорогие друзья, хочу рассказать вам кое-что. Úgy jobb, hogyha a többit azt magyarul mondom, mert egyrészt ez nekem is könnyebb, másrészt önöknek is könnyebb megérteni. Kérem, fordítsa. Итак, если можно продолжать, я продолжу. Cica eszem azt a csöpök is szám. Felléptek az Aurora cirkálón, és látta őket Hruscsov is. A színpadra szinte mindig berobbanva, frissen, tele energiával lépett ki, s ez a pozitív, vidám megjelenés nagyon tetszett a közönségnek. Rátonyi Róbert a humorban is otthonosan mozgott. Jó napot kívánok! Miért ismétli, amit mondok? Gúnyolódik vele? Dehogy gúnyolok el, csak nem szakítok magának vissza a közértben, áruházban, üzletekben. Nem!
De is próbálja meg, már nem tudom, hogy mit csinálok. Nyugalom. Jó estét, kedves Tamás bácsi. Jó estét. Maga akar velem társalogni? Igen, hát illetve nem is én, inkább a közönség kíváncsi. A híres operett színész. Hát, ilyen. Láttam magát a Vígdözvegyben, 1902-ben. Mert kikérem magamnak, mert én oly józan vagyok. Ha összeszedem magamat, hadarni is. A szipapai papnak papitája van, de hát a szipapai papi, szipapapi papi van. A szipapai papnak mindenne a papitája, doktora is papitája van, de hát a szipapai papi, papi van. A szipapai papnak mindenne a papitája, doktora is papikája, ez a papi pap. Tél vagy nyer, de meg nem unja már. Számos kabaré tréfa főszereplője volt, de emellett tucatnyi szinkron munkája is született. Rajzfilmekben és mozifilmekben is egyaránt hallhattuk a hangját. Szervusz, dokikám! Édes egy aranykomám! Hát hogy mint öreg csont, te aztán nem változtál. Ezért, bocsánat, de... Csak nem akarod azt mondani, hogy nem ismered meg a te legkedvesebb osztálytársadat? Őszintén szólva... Jó napot kívánok! Ivanek! Uraim, az újságokból értesültem a tegnap esti képtelen incidensről. Hogyan nem tesszük? A reggelit azonnal tálaljuk, uraim. Ó, nagyszerű ötlet, kisfiam! Téged az ég küldött, barátom. Mondd csak, hogy hívnak? Fülelek? Azt már észrevettem, hogy fülelsz, de most a nevedre vagyok. Tudti a hír, vendetti úr. Halbiztos. És még ma megfog. Sajtéka, nincs a robotok. Ettől féltem. Ez a fürge látlan egyenruhája. A régi ellenségem. Orukusaki itt robotok talán. Ez aki nem hagyja magát ilyen könnyen. Füligláb! Neked füligláb, úr, te tacskó! Te vitorla füli huligán, mit tettél a gazdámmal? Nem is a tiéd! Hát, ne üsd bele az orrod, lábtörnő! Azzal füligláb. Az életem egyszerű zsebb viszok, gyertyalánként néha csak pislogok. Felkiáltok hóhajó támadás! Álmaimban felveszek szép ruhát, kár, hogy álom, húsvége szerte szállt. Reggel óta tartom a mikrofont. Rátonyi Róbert olyan népszerű lett, hogy a szilveszteri műsorok is elképzelhetetlenek voltak nélküle. Rendezőként is csupán az érdekelte, hogy a színész és a néző is jól érezze magát. Időközben a színművész megházasodott, és 1953. decemberében megszületett a zenei pályára lépő Róbert fiúk, majd két évvel később a szintén színésszé váló Hajni is. Kedves ifjú Rátonyi Robi, olyan emlékezetesen szép alakítást... Hát az az érzésem, hogy itt se lesz baj, mert a lányom nagyon erősen a színészet felé orientálódik. Igen, én színésznő szeretnék lenni. Hány éves vagy? Igen, sokan vannak, nem akarok mondani, mert hát, ha többen megsértődnek. Színésznő lesz ebből a kislányból, az most már biztos. Diplomata. Kicsként figyelem, fegyelem, türelem, mérges arccal, nem vagy szép. Beibált ez a baj, ez a zorzivatar, szebb a csendes együttlét. De ha itt veszek, ezt mi a marbeleket, attól tartok megvesz. Rátonyi Róbertet, aki megkapta a Jászai Mari díjat is, sokoldalú művésznek tartották. Tagja volt a Fővárosi Operett Színháznak, a Thália Színháznak, valamint az Arizona Színháznál is játszott. Prózai karakterszerepekben is kiválóan helytállt, kitűnő jellemábrázoló képességével. A Báb Színházban és kabaré műsorokban is fellépett, volt konferanszié és mint Robi a bohóc a gyermekek nagy kedvence. Több, különböző műfajú filmben is szerepelt. Csak 200 méter! Meg vagyunk mentve viszont! Így, ahogy vagytok! Így, ahogy vagytok! Előbb, ha szabadna az elszámolás. Jött kisztívem, már azt hittem elkésel. Ragyogó helyet találtunk. Tudod, hova megyünk? A Villamegrába. Engedjék meg, hogy bemutasson kismenyasszonyom, Mária. Nincs gondom, haszonra kár. Gyereke! Mondtam már, hogy ilyen a szocializmus. Kedves úrak, mindjárt kezdődik az előadás. Mulatságos komédia nagyon szemléli. Remélem, most maga is hallotta. Nem vagyok bolond. Maga képzelődik, Somorjai úr, nem hallok semmit. Mert a bajta. Jó napot kívánok. Jó napot kívánok. Jó napot kívánok. Maga a zajmérőktől jött? Ja, nem, sajnos nem. Mert kihívattam őket. Igen. Ideje
Nem, hozol nekem három tojásból rántottát, egy adag paprikás szalonnát és rozs kenyeret. És egy üveg sört. Szóra sem érdemel. Mik a panaszai? Nem kell szúrás, illetve nyomást, tudom, nem kell nyomni, úgy látszik sokat. A rádióban és a televízióban előadás sorozatokat tartott a zenés műfajról, s rendszeresen jelentek meg publikációi újságokban és heti lapokban. A népszerű Füles című rejtvénymagazinban például hétről hétre jelentek meg a híres emberekkel való riportjai. Ez emelte az újság színvonalát is, s egyben népszerűsítette a hazai, de olykor még a külföldi sztárokat, színművészeket, énekeseket, filmes és színházi szakembereket is. Rátonyi Róbertnek több könyve is született, s a népszerűsége külföldön is nőtt. Fellépett többek között a Szovjetunióban, Izraelben, Olaszországban, Görögországban, az Egyesült Államokban, Ausztráliában, Angliában és Svédországban is. Széles mosolya, huncut kacsintása még akkor is örökre a néző emlékezetébe vésődött, ha azt csak egyetlen egyszer látta. Víg kedélye mindenkire átragadt, ezért láthattuk legtöbbször komikusi szerepekben. Megállás nélkül játszott, rendezett és írt. Sokat tudott a színházról, s minden tudását a szórakoztatásnak vetette alá. Mindent szenvedéllyel művelt. A színház mellett sokat utazott, szeretett fényképezni, filmezni, remek riporter volt könyveiben, tévésorozataiban, s művészettörténeti szempontból is fontos összefoglalást írt a számára is annyira kedves opera műfajáról. Már beteg volt, amikor Veszprémbe szerződött, ahol a Petőfi Sándor Színházban a Csárdás királynőt készült megrendezni. Ezzel ünnepelte volna meg a 70. születésnapját és az 50. színészi jubileumát. Sajnos csak az olvasó próbáig jutott el. A Csárdás királynő halhatatlan Bóni grófja, az örök bohém Rátonyi 69 évesen hunyt el 1992. október 8-án. A Farkasréti temetőben Gálvölgyi János mondott búcsúbeszédet. Rátonyi Róbert egy legendássá vált magyar színművész volt, akinek a családja és a munkája volt a mindene. Az élet, az operett s a színművészet szerelmese volt ő, akire nagy szeretettel és tisztelettel kell emlékeznünk. Ballada a fehér ökör vendéglőről. Lakótársaim, véreim, jó pestiek, jó busszal, mely Pestről Budára ballag át, elmondok nektek, ha ki nem nevettek, egy hipermodern balladát. Jó napot, művész úr, drága, de rég tetszett nálunk. Nem tudtam fölvenni a versenyt azokkal a nagy cirkuszokkal. Ahogy megérkeztünk a legkisebb faluba, rögtön megkérdezték a gyerekek, hogy hány oroszlán van a műsorban. Azt akkor megtudták, hogy összesen hány... Ne ébreszt fel bennem az alvó oroszlánt! Hogy tud az oroszlán aludni, amikor te megállásra jutottál? Ne humorizálj, mert én rögtön leharapom a saját fejedet. Annál neked jobb ízlésed. Menjél be az albérlő szobájába! Beszélek én egy szekrénybe! Nézd, az albérlőnek összesen egy nadrágja van, attól elfér! Úgy vagyok a cukrász gyerek, éjjel-nappal krémet keverek. Nálam mindig finomat ehet, kóstolja meg simmár meremek. Tisztát gyúrok, takasztok, semmit el nem halasztok. Tekercseket tekerek, krémmel mindent bekenek. Marcipánnal díszítek, kezetben. Íme az ébred az ugar bevezető tétele. A győzelmes természet himnusza, s a letűnő úri társadalom fájdalma. Engedtek be benneteket. Ne viccelj. Tudod, én azt hittem, hogy elénk tesztek, mit mondják, egy fél kiló kérdőívet, vagy új lenyomatot vesznek, vagy beleütetnek valami. Hegyes halomnál a Vámőrség zenekara a tiszteletünkre eljátszotta az Adja pénzed és fuss című Beatles-slágert. Szeretettel köszöntöm a megjelenteket, az ifjakat és a kicsit idősebbeket. Köszöntöm a nézőket a képernyő előtt. Legyen a vendégem, legyen a vendégem, legyen a vendégem, ezt kérem én. Legyen a vendégem, legyen, hogy elfogadták meghívásom, nagyon köszönöm. Hiszen egy jó társaság az mindig nagy öröm.